emlékszel még, hogy hogyan kell erre udvariasan válaszolni? Hogy ne emlékeznék? Használhatom a mei guan shi, illetve a mei shir szófordulatot is. Pontosan. Ezeket könnyebben megjegyezhetjük, ha újból meghallgatjuk az előző leszke párbeszédeit. Első párbeszéd. Nagyon szépen köszönöm. Nem tesz semmit. Második párbeszéd. Bocsánat. Nem történt semmi. Elnézést kérek. Semmi gond. Ezzel mára be is fejeztük az ismétlést. Nézzük, mi a tennivaló mára. Alig várom. Nézzük meg előbb, hogy mi a mai anyag. A mai tanulnivaló. Zsúnyi, sengzsi, kvájlő. Boldog születésnapot. Kánbej. Egészségedre. Nida tienhua haoma si tósao. Mi a telefonszámod? Ennyi lesz mára. Ma egy barátunk születésnapi bulijára megyünk. Már most tetszik. Ha születésnapról van szó, az ünnepeltnek annyit szoktunk mondani, boldog születésnapot. Hogy van ez kínaiul? Úgy, hogy zsúnyi sengzsi kvájlő. Zsúnyi sengzsi kvájlő. Zsú kívánni. Ni te. Sengzsi, azaz születésnap. A seng önmagában születni jelentéssel bír. A űrszocska pedig napot jelöli. Így együtt sengzsi, születésnap. Kuai-le, annyit tesz boldog. Akinek pedig est kívánod, az egyszerűen válaszolhatja azt, hogy szie-szie, amit múlt alkalommal tanultunk meg. Hogy hangzik ez egy hétköznapi helyzetben? Halljuk! Tőjhai! Első párbeszéd. Ez a mémei. Tényleg is a sengzsi. Zsúnyi, sengzsi kvájlő. Szi-szi. Hugom, ma születésnapja van. Boldog születésnapot! Köszönöm. Ezután? Várj egy kicsit, Ilona. Van az a születésnapi dal, amit mindig eléneklünk. Tudod, boldog születésnapot. Ennek van kínai változata is. Ha ugyanaz a dallam, akkor könnyebben megígyezhetnénk a kifejezést. Kitűnő ötlet. Van ilyen. Hallgassuk csak. De jó. Gyakori születésnapi buligón, hogy ezt énekeljük a barátainkkal az ünnepeltnek. Hát persze, és közben gyakran kocintásra is sor kerül. Magyarul ugyebár erre van az, hogy egészségedre. Kínaiul ezt hogy mondjuk? Egyszerűen úgy, hogy a gánbéj. Gánbéj. Gán, szárít, száraz. A béj jelentése pohár. Gánbéj. Egy valós beszélgetésben ez valahogy így hangzik. Második párbeszéd. Kanbei. Kanbei. Egészségedre. Egészségedre. Értem. Ezek szerint a kanbeire ugyanannak a megismétlése a válasz. Nagyon egyszerű. Tökéletesen igazad van. Amikor a bulinak vége, az emberek elindulnak. Valahogy szükség lenne elkérni néhány újonnan megismert ember telefonszámát. Hogyan tegyük meg ezt kínai nyelven? Erre használható az a mondat, hogy Ni de dianhua haoma si tósao. Ez nem túl rövid. El tudnád magyarázni szavanként? Miért is ne? Ni de azaz tiéd, a te. Dianhua az magát a telefont jelenti. Haoma szám. Dianhua. Halma, együtt annyit tesz telefonszám. Mi
illetve menni a kínai mondatban a shi duo shao. No, még egyszer a teljes mondatot lassabban. Ni de dianhua hao ma shi duo shao. Hallgassuk meg a párbeszédet, és lássuk, hogy megértesz-e mindent. Megpróbálom. Tui hua san. Harmadik párbeszéd. Mi a telefonszámod? 1-2-3-4-5-6-7-8. Megvan? Ne haragudj, ez nekem egy kicsit gyors. Nem tudtam követni. A nulla kínaiul lin. Lin? 1-2-3-I-R-San. I-R-San. Hogy van tovább? 4-5-6. S-U-Liu. S-U-Liu. A 7, ti. Ti. Akkor a 9 és a 9. Pa és tió. Pa, tió. Ezt mindenképp meg kell jegyeznem. Már csak a 10 marad ki. Mi lesz a kínaiul? 10 úgy van, hogy s. Ez az. Előről ling, i, r, san, si, u, liu, ti, ba, jiu, végül, si. Kezdetnek egész jól megy. A későbbi leckék során azt is megtanuljuk, hogyan mondjuk a nagyobb számokat. Úgy legyen. Most pedig hallgassuk végig a mai párbeszédeket egyben. Első párbeszéd. Harmadik párbeszéd.